Köszöntöm a Cikkádor magazin nézőit! Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy a határon túli magyarok is teljes értékű állampolgárai lehessenek az országnak, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bátaszéken, ahol a székelyek a józsefalvi búcsú emlékére gyűltek össze. Az ünnepségen megszentelték a megépítendő székelyház keresztjét is. Istentisztelettel vette kezdetét az az ünnepség, melyen a Vártaszéki Székelység egyszerre ünnepelte az ideérkezésük 75. és a kórusok működésének 50. évfordulóját. Az ünnepség arra is alkalmat adott, hogy a leendő székelyház udvarán megszenteljék a keresztet. A székelység meghatározó Vártaszék utóbbi évtizedeinek történelmében, éppen ezért fontos, hogy a település vezetése és a népcsoport akarata találkozzon, mondta Bozsadik Róbert polgármester. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év, ami a Vártaszéki Székelyek baráti köre életében és a városunk életében párhuzamosan zajlott, az bizonyítja, hogy mindig is jó együttműködés volt a városvezetés, illetve az egyesület között. Ez az időszak, ez alapvetően Kismőd István irányításához és nevéhez kötődik. Ő nagyon-nagyon sokat tett, többet magával azért, hogy a bukovinél székelyek valóban otthont találjanak Bátaszéken, de meggyőződésem, hogy a mindenkori településvezetés is tett azért, hogy jól érezzék magukat. Ezt a folyamatot szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban. Úgy néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg többünkben, természetesen a Székely Egyesület indítatására, hogy ha már otthont leltek, akkor egy ház is legyen Bátaszéken a székelyeké. Ezért a város korában egy ingatlan fel is ajánlott a Székely Egyesület részére, de végül is az újon alakult székelyvezetés úgy döntött, hogy nem azon a helyszínen, hanem egy másik helyszínen kíván egy székelyházat létrehozni. A város, amennyiben igényli a Székely Egyesület, minden segítséget megfogadni. A néhány perccel elhangzott dátum, azaz 2021. augusztusára ez a székelyház idézve a régi idők emlékét átadásra kerülhessen. A gondolat, hogy a hazát találtunk, legyen házunk is, Illés Tibortól, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökétől származik. Hogy építkezni mindig az ember akkor építkezik, amikor hazát talál. És a bukovinai székelyek ugye számtalanszor megtették. És azt hiszem, a mostani idő különösen ráhangolódnak arra belsőleg is, kényszerítik az embert arra, hogy ráhangolódjon, hogy milyen értékeket és milyen fájdalom között hozták el, és tartották magukba a szüleink, vagy a nagyszüleink. És mégis kinyíltak, házat építettek, és valóban sokan voltak, akik ugye hát itt köztudott, ugye, hogy a svábok házába volt, kényszerültek beköltözni, nem akartak, de hát az élet így hozta, és sokan akkor találtak igazán hazára és házra, amikor a sajátjukat föl tudták építeni. Azt hiszem, ez az érzés, ez végigkövette és végigköveti a mai napig is, és ezért örülök, hogy itt is egy hazát vagy egy házat építenek, mert úgy gondolom, így teljesedik ki az életük, így találnak örömet, ugye ez a közösség is, és bízom benne, és hát mindent a szövetség, Bukovinai Székelyek Országos Szövetség megtesz, hogy tényleg egy olyan értéket képviseljen ez a székelyház, és mind amilyen értéket számtalan helyen ugyanúgy hasonló épületek hordoznak magukban. Ez az ünnepség a tervezés időszakában kiemelt szerepet kapott a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjában. Ám a vírus itt is keresztbe húzta a számításokat. Ennek ellenére meghatározó pillanatához érkezett Bátaszék és az itt élő székelyek, mely újabb lehetőségeket nyit majd meg, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az idén a Nemzeti Összetartozás évének ünnepi eseményei zajlanak Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Sajnos a koronavírus nem tette lehetővé azt, hogy minden meghívott eljöjjön erre az eseményre is, hiszen a határok, illetve a járvány miatt a magyarság is, így a székelység is gyakorlatilag szét van vágva, el van vágva egymástól. Ennek ellenére nagyon sokan a környékből össze tudunk gyűlni ma itt Bátaszéken.
egyrészt megemlékezünk arra, hogy 75 évvel ezelőtt szüleinket, nagyszüleinket ide telepítették, illetve elmenekültek Bácskából, ahova 1941-ben telepítették őket Bukovinából, és végleges otthonra leltek itt a Dél-Dunántúlon, Tolnában, Baranyában, illetve Bács-Kiskonban. Másrészt nem csak a múltra akarunk emlékezni, hanem a jövőbe is tekintünk. Ezt bizonyítja az, hogy egy új székely tájházat, illetve egy székely házat akarnak építeni a józsefalvi székelyek itt Bátaszéken. Emögé, a kezdeményezés mögé állt be a Nemzetpolitikai Államtitkárság, ezt tudtok támogatni, és nagyon reméljük, hogy egy év múlva szintén a józsefalvi búcsú emlékére, vagy napján, augusztus 20-án át is tudjuk adni ezt a gyönyörű házat. Én remélem, hogy élettel töltődik meg ez a ház. A mai napon egyébként, hogy az életet is bizonyítsuk, 50 esztende jött létre a székely kórus, ennek is a születésnapja van, és jó látni azt, hogy a kórusban is, egyáltalán a hagyományőrző csoportokban is nagyon sok gyerek, illetve fiatal vesz részt, és egy új kezdeményezés is van itt a bátaszéki székelyek körében, mégpedig az, hogy az unokák bálját évről évre megrendezik, illetve az unokákat is egyre inkább bevonják ebbe az identitás megerősítő, megőrző tevékenységbe és munkába. Jó látni azt, hogy bukovinai székelyek nem csak meghalnak, hanem nagyon sokan születnek is, és nagyon sokan vállalják őseiknek a kultúráját. Én úgy gondolom, hogy egy régi korszakot szeretnénk felújítani, hiszen a bátaszéki székelyeknek egy régóta dédelgetett vágya volt, hogy egy olyan otthonuk lehessen, egy olyan biztos helyük lehessen, akár egy szoba, egy házrész. Ez a legszebb álom, hogy egy egész ház formájában, ahova bármikor összejöhetünk, nem kell időpontot egyeztessünk senkivel, hanem szabadon a miénk a pálya. Az első három szobáját ennek a háznak meg szeretnénk hagyni ilyen formában, ahogy most van, és hátul fog épülni egy nagy közösségi tér, szociális helységekkel, öltözőkkel, kiszolgáló helységekkel, egy közel 150 négyzetméteres közösségi teret álmodtunk meg, maga a pályázati támogatás igazándiból erre vonatkozik. Én bízok abban, hogy a mi jókedvünk és hangulatunk az esetleg vonzóvá válhat másoknak is, de gondolok arra is, hogy a másik két népcsoporttal itt Bátaszéken, akár a felvidékiekkel, akár a Német Egyesülettel, akik a hagyományőrzésben szintúgy kiveszik a részüket, sőt, talán az elmúlt években ők dominánsabbak voltak, ővelük is itt bármikor tudunk közös együttlétet, közös terveket szőni. A Bátaszékre érkező székelyek 50 esztendeje először énekkart hoztak létre az asszonyokból. A csoport ma is tevékenykedik. A székelykórusnak a legalapja az még Bukovinába indult, mert dr. Németh Kálmán ott megalapította a székelykórust, vagy nem székelykórust, hanem egy kórust, de főleg templomi énekeket énekeltek. Aztán, mikor ugye háború után Bátaszékre kerültek, akkor Ibolj néni 1970-ben, Tamási Istvánné, Ibolj néni, ő volt a kórus alapítója, 10 fővel megalapította a székely kórus, csak asszonykórus néven futottak, mert csak asszonyok voltak benne. Mai napig egy asszony él közülük, a többi sajnos mind meghalt. Aztán a 90-es években mi fiatalok, akkor még fiatalabbak voltunk, beléptünk a kórusba, és ennek a mai kórusnak az alapját mi képezzük, mert ugye a régiek már kihaltak. Én 2000 óta vezetem ezt a kórust, 2000-ben adta át nekem Ibolj néni, azt mondta, hogy ő már tovább nem szeretné. Úgy gondolja, hogy átadta az alapokat, és akkor 2000 óta én vezetem a kórust. Most jelen pillanatban 14-en vagyunk, ami nagyon kevés, de úgy gondoljuk, hogy ez a kevés, ez tiszta szívvel és lélekkel csinálja azt, amit csinál.
A bukovinai székelyek azt tervezik, jövő augusztusban a józsefalvi búcsú emlékére majd az új házban fogadják, remélhetőleg már a határon túlról is barátaikat, rokonaikat. És onnantól az új házban olyan együttléteket szervezhetnek, ahol a gyerekek szüleiken keresztül élik meg az együttlét örömét, és tanulják meg szinte észrevétlenül őseik hagyományait, kultúráját. Sikeresen zárták a nyarat a Bátaszéki Sportegyesület karatésai. Két edzőtáboron vehettek részt a tagok. Az első Gyomaendrődön volt, ahol ismeretlen mesterek segítségével fejlesztették képességeiket, és barátságokat kötöttek a rivális klubok tagjaival. A másik a már hagyománnyá vált bajai edzőtábor volt, ahol 9-en tettek 5 vizsgát. Újra elindultak az edzései a Bátaszéki Sportegyesület Vadorjú karate szakosztályának. A koronavírus miatt félő volt, hogy a nyárra tervezett táboraikat sem tudják megtartani, ugyan az előző évhez képest csúsztak az időpontok, de végül sikerült mindent megszervezni. Július végén a Gyomaendrődi Nagyszövetségi edzőtáborban voltunk, és ennek hát az érdekessége, hogy ugye itt több klub gyűlik össze, és azt gondolom, hogy az edzés mellett egyfajta szövetségi közösségépítés is zajlik, és ez egy nagyon jó edzőtábor volt. Több mint 80 fő gyűlt össze az ország különböző pontjairól, Bátaszékről. Mi 20-an képviseltük magunkat ezen a Gyomaendrődi Szövetségi edzőtáborban, és hát azt kell mondanom, hogy tényleg csak ilyen szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert ez a pandémiás időszak után egy kicsit kiszabadulni, természetbe lenni, együtt edzeni, találkozni olyan ismerősökkel, akikkel előtte esetleg csak évelején vagy tavaly találkoztunk, ez egy nagyon kellemes érzés volt, és hát sajnos azok a nemzetközi mestereink, akik ezt minden évben meglátogatják, és kvázi instruktori szerepet töltenek be, azok sajnos nem voltak itt, de volt egy B-tervünk a magyar edzőkkel, hogy akkor mi magyarok, magyar edzőkkel mindenki a saját szájíze szerint tart egy pár edzést, és azt kell mondanom, hogy ez nagyon jól sikerült, hogy mindenkinek egy kicsit a boszorkány konyhájába bele tudtunk látni, hogy ő idézőjelben, hogy főzi a paprikás krumplit, mert mindenki tudja, de van mindenkinek valami olyan fűszer benne, amit egymástól el lehet lesni, és a gyerekek nagyon élvezték. Úgyhogy ez mindenféle szempontból egy ilyen nagyon jól jöttünk ki, a cudar helyzet ellenére jól jöttünk ki ebből az edzőtáborból. A másik edzőtáborunk pedig Baján volt, ez júniusban lett volna, de mivel a bajai ifi táborban akkor még nem tudtunk beköltözni, mert a Magyar Honvédség állomásozott ott, ezért úgy döntöttünk, hogy picit csúsztatunk az edzőtáboron, és múlt héten érkeztünk meg egyébként, vagy múlt héten voltunk a 3-tól 8-ig a bajai ifi táborban, 40 gyerekkel és ifivel. És hát így gyakorlatilag ugyanazt a receptet, amit évről évre megcsinálunk, tehát napi 2 edzés, közben mozizás, közben biciklizés, különböző erőpróbák végrehajtása, bowlingozás, tehát a közösségépítés és az edzés úgy összegyúrva szerintem nagyon jól működött, úgyhogy mind a 2 edzőtáborban én azt gondolom, hogy feltöltődve, pozitívan, jó közösségépítési következményekkel jöttünk ki, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen jó sikerült. Több gyerek volt, aki részt vett mindkét táborban, Nagy Jánosi Botond is közéjük tartozik. Nekem mind a kettő tetszett, Gyomaendrődön most voltam először, és mind a kettő pozitív volt nagyon. Inkább a kümítés edzés volt a bajai, a Gyomaendrődi az meg inkább ilyen tradicionális karate volt. Botond azt is elmondta, hogy nagyon sok mindent tanult a Gyomaendrődi táborban, és bár olyan emberekkel is találkozott, akiket ismert már a versenyekről, úgy érzi, most barátságokat is tudott kötni. Nagy Ákos edző azt mondja, a veszélyhelyzet hozta kényszerváltozások pozitív hatással voltak a gyerekekre. Régebben júniusban lement a bajai edzőtábor, kicsit korábban júli második felében lement a Gyomaendrődi tábor, 1-2 hét szünet, és utána kezdtünk el edzeni. És most nem volt meg ez az átmenet, hanem Gyomaendrőd, Baja és bele egyből az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy olyan zökkenőmentes volt, tehát az eredményekről beszéltünk akkor arról, hogy nem volt az álmosság érzés, hogy fel kellett őket rázni, hanem ilyen, úgy mondom, hogy ilyen tök éhesen, ilyen tetrekészen csaptunk bele az első edzésekbe. Körülbelül egy ilyen 10-15 fő, aki mindkét edzőtáborban részt vett, természetesen őket próbáltuk minden eszközünkkel
segíteni, illetve az anyagi eszközökkel támogatni. Így a szülőkről azért némi anyagi terhet le tudtunk venni, és hát a gyerekek nem csak a karatét szeretik, hanem egymást is szeretik, és én azt gondolom, hogy ez azért jó, mert sportoló életében azért van olyan, hogy a sportákhoz való viszonya az nem olyan, mert mondjuk jobb lenne a játszótéren, vagy a grundon rúgni a labdát, vagy egy kicsit lógni a haverokkal, de hogyha a haverok is ott vannak az edzésen, akkor ezeket a hullámvölgyeket sokkal jobban át lehet vészelni, hogyha a közösség együtt van. És ez gondolom egy nagyon fontos dolog, hogy itt ők nem csak edzőtársai, hanem barátai is egymásnak. A bátaszéki Rudolf László a 80-as években első Londonban lebonyolított nemzetközi hexasak versenyéről ezüstéremmel tért haza. Azóta dolgozik a sporták elfogadtatásán és népszerűsítésén Magyarországon. Az évforduló kapcsán megfogalmazódott az igény, hogy az elmúlt 4 évtized történéseinek dokumentumai levéltári anyagként legyen kutatható az utókor számára. Rudolf László még gyerek volt, amikor magával ragadta a sakk szeretete. Olyannyira, hogy egész életét meghatározta a játékhoz való oldhatatlan kötődése. Amikor katona lett, találkozott ennek egy lengyel változatával, a hexasakkal, melynek egyfajta követe lett. Általános iskolás lehettem, amikor egyik ismerősünknél láttunk egy sakkot. Nekünk akkor még nem volt sakkunk. És akkor ott próbálgattuk ki, hogy mi is lehet ez a milyen játék, és akkor utána mi meg kaptunk talán karácsonyra a bátyámmal egy sakkot. Tehát lett így. Itthon játszogattunk, aztán kiderült, hogy volt nekem egy általános iskolás, nem is pont osztálytársam, hanem párhuzamos osztályba járt, nem messze tőlünk, hogy ő is, és elsőben az édesapja szeretett sakkozni, és akkor én eljárogattam hozzájuk is. Ugyanis én a lépéseket ugyan édesapámtól tanultam meg, és hát neki addig volt kedve játszani, amíg meg tudott verni. És amikor először én nyertem, akkor lesöpörte a sakktáblát, és onnantól kezdve nem volt hajlandó velem többet játszani, viszont volt Péter János, meg az ő édesapja, Péter Szili bácsi, akkor kezdődj, eljárogattam, játszogattam. Aztán később gimnáziumban egy osztályba kerültünk, és hát nyugodtan elmondhatom most már, mert sajnos már például Tóth Barnabás tanár úr már nem él, hogy bizony matek óra alatt is, vagy egyéb órák alatt is kicsit játszogattunk ilyen kis sakkokkal. Hát a hexasak akkor állítólag volt már, hogy kb. 70-es évek, de nem tudtunk mi róla, viszont én ugye befejeztem 78-ban az egyetemet, és engem egyetem után vittek el 79-ben katonának, egy két időszakos katona voltam Lentében, és 80-ban, amikor már azért pár hónap volt hátra csak a leszerelésig, akkor 1980-ban a márciusi Interpress magazinban, nem tudom, hogy ti mennyire vagytok idősek, hogy emlékeztek-e, meg is van az újság, olvastam egy cikket a lengyel sakról, úgy írták, és akkor néztem, hogy mi ez a furcsaság, hogy nem hagyományos sakktáblán, hanem ilyen hadszögletű, tehát hexasaknak, hexagonálisnak írták, aztán ezt, hogy hexasak, ezt már én találtam ki itt Magyarországon, hogy kicsit rövidebb és meg jobban hangzik, mert a hexagonális olyan kicsit hosszabbnak tűnt, és ott olvastam erről a sakról. És volt néhány ábra, amin lehetett követni a figuráknak a lépését. Na és mivel megadták annak a lengyelországi úgyhogy Horizonti Techniki nevű műszaki újságnak a címét, hogy akik érdeklődnek, azok írhatnak oda, hát akkor mi sem volt természetes, hogy oroszul, ugye tudtam, fogtam, írtam oroszul ezeknek a lengyeleknek, hogy hát engem érdekelne a hexasa. És válaszoltak, küldtek egy papírt, hexasak táblát, hiszen hexasak táblán sem volt akkor, és már megírták, hogy nyáron, valamikor augusztusban Londonban lesz egy nemzetközi verseny. Na most képzeljétek el, hogy 1980-ban még katonaként leszerés előtt, és hogy akkor nem is volt olyan egyszerű külföldre utazni, mondjuk minden, de én
azt mondtam, hogy rendben, megpróbálom, és írtam nekik, hogy igen, én szívesen elmennék, hiszen volt már ugye tábla, akkor a nagybátyámmal itt Bátyzigen kezdtük először kipróbálni, hogy tényleg milyen is az extrasak. Hát mondjuk egy futóval meg egy gyaloggal kellett többet rakni a hagyományos készletből, de mivel volt táblánk, akkor lehetett játszani. És akkor, amikor én leszereltem 80 júniusában, akkor utána valamikor júliusban megkaptam a meghívót Londonból, hogy menjek. Hosszú procedúra kezdődött, melynek eredményeként Rudolf László kijutott a londoni első nemzetközi hexasak versenyre. És ha már ott volt... Úgy emlékszem, hogy hétfőn volt, augusztus 11-e, ami teljesen véletlenül az én születésnapomra, a 25. születésnapomra esett, amikor én életem első hivatalos hexamérkőzését játszottam egy angol srác ellen, ráadásul sikerült nyernem is, és hát az alatt a 4 nap alatt én nagyon sokat játszottam, és segítettek is a lengyelek is. És akkor így azért valami kis tapasztalatot már sikerült szereznem, és ennek köszönhető, hogy a lebonyolítás olyan volt, hogy 8 résztvevő, 2 4-es csoportban, a 4-es csoportokon belül első körmérkőzést játszottak, és utána volt elődöntő, és végül a 2 győztes játszotta a döntőt. A döntőben játszottam a lengyel Marek Macskovjákkal, aki utána éveken keresztül a legerősebb ellenfelem volt, és hát abban sajnos ő nyert, de így is sikerült második helyen végeznem. Ekkor tett ígéretet a lengyel barátjának, mindent megtesz a sporták népszerűsítése érdekében. Az ígéretnek a mai napig folyamatosan eleget tesz. Pedig a Magyar Sakkszövetség nem kívánt foglalkozni a sporták problémájával. Meghirdettem egy hexasak szakkört, és bizony párhuzamosan mind a 2 sakkot ugyanúgy megtanulták, indultak akkor, de volt nagyon sok ilyen ifjúsági gyerekverseny is, és akkor párhuzamosan nem csak felnőtteknek rendeztünk, hanem nekik is, és hát sokáig ment így, hogy sikerült sok embert megfertőzni. A sakk, mondja, nagyon sok területen fejleszti a gondolkodást. Logikus gondolkodás. Tehát most, ha elvonatkoztatunk a sakktól, azért logikusan gondolkodni az élet nagyon sok területén kell, tehát ezt segíti. Akkor a türelmet, tehát az, hogy valaki leül 5 percenként, vagy 1 percenként felugrik, mert nem létezik. Nagyon sok mai gyerek így van, azért nem tudja játszani a sakkot, mert nincsen türelme. Na most például én katalányom lehetett talán 8 éves, és képes volt 4 órás partikat végülni, meg volt hozzá türelme, úgyhogy ez is, és hát valahogy egy kicsikét más gondolkodást, úgyhogy szerintem sok mindenre jó a sakk. Ahogy Polgár Judit az ő sakkprogramjában, a sakkpalotában, ahol szintén csak a sakk az egyik dolog, de mellette meg lehet tanulni a matematikának is, akkor vannak olyan olvasási feladatok, ahol szintén a sakkfigurákat használják. Tehát sok mindent lehet használni, és azt mondom, hogy egy nagyon jó játék, akkor is, hogyha valakiből nem lesz versenyszerű játékos, hanem gyerekként megkedveli, ezt is kipróbálja, nagyon sokan voltak így, és akkor utána eldöntötték, hogy esetleg ők más sport terén próbálják jobban tudásukat. Úgyhogy én örülök neki, hogy itt Bácsigen elég sokan megfertőzöttek, plusz azt lehet mondani az országban is, sőt, ha úgy vesszük, hogy például Szlovákiában, Komáromban és környékén is elsőbben tőlünk, magyaroktól ismerték meg a játékot, ők is bekapcsolódtak, vagy a Szabadka környéki, egykori Jugoszlávia, most már Szerbia
játékosok is rajtunk keresztül ismerték meg a hexasakot. A 40. évforduló alkalmával a magyar hexasakkozók találkoztak, és arra az elhatározásra jutottak. Összegyűjtik az elmúlt 4 évtized minden írásos emlékét, és azt levéltári kutatás céljára ajánlják föl, azért, hogy az utókor is megismerhesse a magyar hexasak kialakulását és fejlődését, melyben Rudolf Lászlónak el nem múló érdemei vannak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!